egészen más takarítani egy egészségügyi intézményben, mint mondjuk otthon. Bár a cél mindkét esetben a tisztaság, ám ennek mértéke egészen más mércével mérődik, mint a háztartásban. A kórházi takarítók az egyik olyan háttérintézmény, mert ugyan láthatatlanul, de mégis nagyon fontos szerepet játszik a mindennapokban. Nálunk ugye a takarítás az nem csak tisztító takarítást jelent, hanem főleg fertőtlenítő takarítást. Tehát nagy rész felületek esetében ugye nálunk fertőtlenítőszerek vannak használva, míg az otthoni takarításnál jellemzően tisztító takarítás, ugye ott az optikai tisztaság a lényeg. Tehát az, hogy csillogjon, hogy szép legyen, hogy jól érezzék magukat az emberek. Nagyon jó példa erre mondjuk maga a felmosásnál. Többször kaptunk kritikát ugye több helyről, hogy nagyon vizesen törölnek föl a takarítóink, és amíg otthon ugye mi rendesen kicsavarjuk, és tényleg azt szeretnénk, hogy ne kerüljön olyan anyag feltétlenül a felületre, ami az optikai szépséget zavarja, addig például a fertőtlenítő felmosásnál nagyon fontos, hogy az anyag az rászáradjon az adott felületre, hiszen akkor tudja a fertőtlenítő hatását kifejteni, hogyha az a munkaoldat fölkerül. És annak van is egy behatási ideje, tehát nem lehet az, hogy én most fölkentem és letörlöm, hanem igenis legtöbb esetben fél óra ugye a behatási idő. Mindez azt jelenti, hogy maga a tisztítási technológia is másképpen zajlik, mint otthon. Nem is beszélve a gépekről, berendezésektől, egészen mondjuk a törlőrongyokig, itt mindennek szigorú rendje van. Nagyon fontos a rendszeres ellenőrzés is, hiszen a kórokozók pillanatok alatt támadásba léphetnek. Képzeljék el ezt mondjuk egy olyan helyen, ahol sebek vannak. Ellenőrzésekkor szoktunk használni UV jelölő, ami rendes, látható fényben nem látszik, viszont mi meg tudjuk nézni ezáltal, hogy az adott takarító tényleg letörli azt a felületet fertőtlenítő oldattal, vagy nem. Tehát, hogyha meg szeretném mutatni, akkor itt most mondjuk egy nem tudom, hogy ez sötétebb helység, csak a világos, amit itt megkapcsolom, akkor látványosabb lesz. Ráírom mondjuk a mai dátumot, mert úgy gondolom, hogy holnap vissza akarok rá ellenőrizni. Azt hiszem, 30-a van? Mondjuk a kapcsolóra is ráírom, mert ezek a felületek egyébként azok, amiket minden nap többször is, ugye, mert ezeket fogja, ezek a legveszélyesebb területek. És ezeket ugye UV fény hatására itt a rendes fényben is látszik, hogyha ez nincs letörölve, akkor látszik, de hogyha mondjuk lekapcsolom a villanyt egyébként, akkor még látványosabb lesz ez az egész. Tehát, hogyha nincs letörölve, ugye akkor mi látjuk. A takarító ezt nem látja, és hogyha ő azt mondja, hogy ő megcsinálta, még minden másnap rá tudunk ellenőrizni, mert hogyha ezt letörölte, akkor ugye ez nem látszik. A kórház egész területén 120 fő dolgozik azon, hogy rend és tisztaság legyen. Akkor vagyunk elégedettek, hogyha minden rendben van, hogyha ha nincsenek eltérések az adott területen az ellenőrzésekkor. Tehát én akkor vagyok elégedett, illetve hogyha az a visszajelzés is van, hogy elérhető a takarító és rendben végzi. Itt nagyon fontos egyébként a kórházi takarításnál, hogy vannak intenzívebb fázisok, de itt inkább az alaposságon van a hangsúly és nem a gyorsaságon. Tehát van olyan a reggeli időszak, és ebbe is sok kritika ér minket, hogy megzavarjuk a betegek nyugalmát, ugye a reggeli gyakorlatilag mi vagyunk majdnem az első zajkeltők ugye a legtöbb területen. Vannak olyan fázisai, illetve olyan helyei a kórháznak, amit nem lehet később, mert később balesetveszélyes, beindul a vizit, beindul a szállítás, tehát gyakorlatilag az csak abban az időszakban lehet. Sajnáljuk, hogy így van, de igen, tehát ezeket ilyenkor kell elvégezzük, ezeket a feladatokat. A takarításhoz szükséges gépek áron nem olcsó. Így ezek vándorolnak az intézményben, mint ahogy a takarítók is. Hiszen erre a munkára nehéz megfelelő mennyiségű embert találni, mert hogy takarítani folyamatosan kell. Egész évben, minden nap.